A Prima Fit női torna stúdió október 11-én a Csitári G. Emil Uszoda aulájában ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját, ahol az alapító tagok és mai aktív csoportok is találkoztak. A stúdió Székesfehérvár egyik legrégebbi női torna központja, amely 3 évtizede meghatározó szerepet tölt be a város egészséges életmódjának és szabadidősportjának támogatásában. A Prima Fit vezetője, Szabó Bodó Adrián szerint különösen értékes, hogy a közösség tagjai közül sokan már több mint 10, 20, sőt 30 éve hűséges látogatói a stúdiónak, amely az egészségmegőrzésben kiemelkedő szerepet játszik. Közel 30 vendégünk van, aki 30, 20 vagy 10 éve már szorgalmasan, szinte hetente többször jár hozzánk, és szerintem amúgy az alapja az, hogy folyamatosan változik a koreográfia, és így nem unalmas a tornánk. Az elmúlt évtizedekben a stúdió számos módszerrel motiválta a nőket a rendszeres mozgásra. Zenés koreográfiák és erőnlétet fejlesztő gyakorlatok révén különös figyelmet fordítva a kritikus testrészek formálására. Az online edzések is részei lettek a kínálatnak, melyeket azok számára biztosítottak, akik inkább otthonról mozognának hetente több alkalommal. A folyton megújuló innovatív lehetőségeknek köszönhetően a stúdió igen széles korosztályt tud megszólítani. A legfiatalabb és a legidősebb oktatók között 59 év van, tehát az oktató között, és körülbelül ez jellemző vendégeimre is, tehát vannak nagyon fiatalok, illetve vannak idősebbek is, vannak szenior óráink is, úgyhogy abszolút minden korosztálynak szól. A stúdió története során több helyszínen működött. A kezdeti Prima torna néven az Arany János utcában, majd a Cifraházban, a Jókai utcában, míg végül 1998-ban megérkeztek a városi uszodába, ahol jelenleg is tevékenykednek.